szászok építik a várost. Ezt mondjuk, hogyha nem mondom, akkor is biztosan tudják, hiszen az ő jellegzetes falu vagy település rendszerük nagyon látható, ez a zártság, ami rájuk vonatkozik az építészetben, illetve az udvartereknek a létrehozása. Az ő sajátos építkezési stílusuk az, hogy a különböző céhes mesterségek egy azonos udvarba rendezkednek be. Külön udvarok voltak a csizmadiáknak, a kötélfonóknak, a kádár, tehát sok mindenkinek volt külön udvartere, és az egy udvartérre azonos termékeket gyártottak. Nagyon jól működő gazdasága volt ennek a céhes mesterségeknek, és mint Erdélyben a szász városokban, itt is virágzásnak indult, hiszen ezekből a mesterségekből indult el a kereskedelem, és indult meg a városnak a jóléte. De ehhez az kellett, hogy nagyon jó aszerint határozta meg, hogy hány napig kell abban a valodában állnia, jó részt nappal, de a nyári időszakokban éjjel-nappal. Nálunk ez pedig az a tévéből ismert városháza. Szándékosan jöttem el, mert ott látszik az árkádon, a másik oldalon belfedezhetjük erkély részt, amiből egyértelműen tudni fogjuk, hogy itt forgatódott ebben a városháza épületében a film is. Ma múzeum van magába az épületbe, és hogyha előre megyünk, és utána pedig, amikor megnéztük, körbejártuk, akkor megnézem addig, hogy mikorra van egyáltalán kapucsa időpontot, mert be kell jelentkezni a templom látogatáshoz, hogy nyitva van, kapunk-e beléptetési lehetőséget, akkor magával a templomba is bemegyünk. Menjünk előre, és amíg körbe sétálják, én ezt megpróbálom. Thank you.